Azt hittem, haldoklok. Shanae Stran nem értette, mi történik vele. 3 napig nem aludt, és leküzdhetetlen félelmet élt át. Féltem aludni, féltem munkába menni, féltem elhagyni a házat. Őszintén szólva nem tudtam, mit tegyek. Soha nem voltam egy félős ember. Szabadnak tartottam magam. Shanae a főiskola első évét töltötte Új-Mexikóban. Ekkor került először kapcsolatba az okkultizmussal. Spirituális megvilágosodást és a valahova tartozást keresve elkezdett médiumokkal konzultálni. Egyre mélyebbre kerültem az asztrológiában és a horoszkópomban. Olyan volt, mintha ez a rendszer határozta volna meg az identitásom. Hogy az okkultizmus természetes a számomra. Eközben kereszténynek is tartotta magát. Azt hittem, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hiszek Jézusban, és ennyi. Nagyon nyitott voltam. Még mindig hittem Jézusban, de a New Age volt az életem. Shanae a Bahamákon született és nőtt fel, egy egyedülálló anya legidősebb gyermekeként, keresztény családban. Az apja kibejárkált az életébe, amióta az eszét tudja. Megszegte az ígéreteit, azt mondogatta, el fogok jönni érted, de sosem jött. Visszautasításként kezdtem megélni, nem éreztem jól magam a bőrömben, ezért depresszióval küzdöttem, alacsony önbecsüléssel és bizonytalansággal. Mindig akartam a valahova tartozás érzését. Az, hogy ezt nem kaptam meg, felvetette bennem, hogy hova is tartozom. 10 évesen az államokba költözött, hogy tovább tanuljon. Ott találkozott egy keresztény tanácsadóval, aki bátorította, hogy írjon levelet az apjának. Mondjam el neki, hogy megbocsájtottam, és akarom ezt a kapcsolatot. Öntsem ki a szívemet az apámnak. De mielőtt átadhatta volna, az apja megbetegedett és meghalt. Úgy éreztem, mindent megtettem, amit lehetett. Fel akartam építeni ezt a kapcsolatot, ő meg csak úgy meghalt. Ez... tényleg összetörte a hitemet. Nem sokkal később belemerült a New Age világába. Ekkora már apja családjához és annak spirituális hitéhez is kapcsolódott. A nagybátyám azt mondta nekem, hogy főpapnőnek vagyok elhívva az afrikai spiritualitásban. Ettől úgy éreztem, hogy hatalmam van. Elhitette velem, hogy már jó úton vagyok. Most végre megvan ez a közelség és ez a kötelék a családdal, de a spiritualitás hozta ezt a közelséget. A főiskola után Atlantában kapott munkát, ahol igyekezett magasabb szintre kerülni az okkultizmusban. Tarókártyát olvasott, és gyakorló okkultistákkal barátkozott. Közülük egy lány meghívta Shanae-t. Lépcsőkön kellett lemenni, mert a szobája a pincében volt. Gyertyák világítottak, és volt ott egy oltár, Olyának, egy afrikai istenségnek. Arra kért, hogy nézzek mélyen a szemébe. Valóságos szellemi transzferenciát éreztem köztünk. Aznap éjfélkor felriadtam, és egy olyan démoni hangot hallottam, amit még soha. Azt mondta, meg foglak ölni. Ettől tényleg rám jött a félelem. Shanae hazament, és ekkor kezdődtek nála a görcsös szorongási rohamok. Komolyan úgy éreztem, hogy meghalok. Annyira súlyos volt, hogy munkába sem mentem. Féltem elhagyni a házat. Egy sötét birodalomba kerültem. Minden beszéd a halálról szólt. Minden, amit láttam, a halálról szólt, attól az éjszakától kezdve. Hallucináltam, démoni hangokat hallottam. Nem mertem aludni, mert azt hittem, hogy meghalok az álmomban. 3 napig nem aludt, és végül kórházba került. Kétségbeesésében felhívta anyját, aki hazavitte őt a Bahamákra. A családja erőteljes imába és szellemi hadviselésbe kezdett az érdekében. Eleinte Shanae ellenkezett. Azt hittem, hogy meghalok, ha imádkoznak értem. De jöttek és imádkoztak. Szellemi hatalommal ellenálltak. Emlékszem, hogy kidugtam a fejem és figyeltem, ahogy imádkoznak. És végre újra tudtam aludni. A rossz álmok visszatértek, de most már tudta, hogyan reagáljon. Segítségül hívtam Jézust, és abba maradt. Kezdtem megérteni, hogy hatalom van abban, hogy azt mondom Jézus, hogy segítségül hívom őt. Végül Shanae rájött az összefüggésre. Végig kapcsolatban volt az atlantai lányjal, aki elismert boszorkány volt. Rájöttem, hogy rontást tett rám. Mondtam neki, hogy tudom, ki vagy és mit csináltál. Megbocsátok neked, de ennek vége.
Tényleg itt a vége. Következő vasárnap Shanae újra gyülekezetbe ment, és elkötelezte magát Jézus mellett. Amikor teljesen alárendeltem az életemet Krisztusnak, akkor kezdtek megszűnni ezek a dolgok, mert belekerültem az igébe, az ő jelenlétébe, imádásába, Krisztus ismeretébe és a vele való kapcsolat építésébe. Azt hiszem, a vele való kapcsolat és a Szent Szellem ereje hozta el a valódi szabadulást. Megtanultam, hogyan kell imádkozni, hogyan használjam az igét az imában, mi Isten fegyverzete és mi a szellemi hadviselés. Azóta Shanae tökéletes békességben él. Most az a célja, hogy másokat taníthasson Krisztusról és a szellemi hadviselésről. Mindegy, milyen mélyen vagyunk a New Age-ben, az okkultizmusban, boszorkányságban, Jézus irgalmas, Jézus a megváltó. Ha igazán megtérünk, nem csak felszínesen, ő helyreállít minket. Jézus a sötétségből igazi világosságra hozta ki az életemet.